Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Céges beszámolók, emelés a vezetőknek, az önkormányzati társaságok teljesítményét értékelték. Feljelentés, beismerés, sajtóper, bonyolódik a pécsi malaclopási ügy. Női vállalkozók tartottak fórumot, megalakult a VOSZ női vállalkozói szekciójának Baranya vármegyei csoportja. Újabb emléktáblát avattak a pécsi August Sénó a horvát klubban. Matusek Lászlóra emlékezett a horvátság. Jól teljesítettek az idei első fél évben a pécsi cégek a beszámolók alapján. Erről beszélt a baloldali bizottsági elnök a Városházán. A cégvezetőknek pedig fizetésemelést adnak a városvezetői oldal támogatásával. A polgári oldal szerint jobb finanszírozás kell, hogy a dolgozóknak is jusson béremelés. Ezt most csak sztrájkkal tudják kikényszeríteni. Hogyan teljesítettek az év első felében a pécsi önkormányzati cégek? Ez szerepelt a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság közös ülésén a képviselők előtt. A társaságok elkészítették beszámolóikat. Ez alapján jó eredményről lehet beszélni, mondja a Gazdasági Bizottság elnöke. A bizottság a cégvezetői fizetésekről is döntött. A cégek teljesítik a terveket, a költségvetés pedig teljesül, mert az önkormányzati költségvetés. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a cégeknek, a vezetőinek a bérét nem emeltük, sőt bizonyos esetekben volt, hogy csökkent is, ezért most megpróbáljuk ezt valamelyest korrigálni. 16%-os béremelést adunk minden önkormányzati cégnek a vezetőjének. Azért elmondanám, hogy ez a 16%-os béremelés, ennek örülünk, hogy meg tudjuk adni, viszont ez azért önmagában nem kompenzálja az inflációs helyzet okozta reálbér csökkenést, viszont ezzel próbáljuk meg megköszönni az eddigi munkájukat. A Tükebusznál tavasszal, nyár elején éppen az alacsony bérek miatt hirdettek sztrájkot a buszvezetők. Így adódik a kérdés, hogy a dolgozók mikor részesülhetnek emelésben. Figyelünk erre, a Tükebusznál ugye volt nemrégiben egy megállapodás a béremelésről, ami gyakorlatilag egy sikeres megállapodásnak mondható. Minden cégnél egyébként ez a helyzet fennáll, bizony cégeknél a szakszervezet jobban fellép, más cégeknél kevésbé tud fellépni a szakszervezet, és lehet, hogy kevésbé látványos, de ettől függetlenül azoknál a cégeknél is foglalkozunk ezzel a témával, amelyek nem annyira látványosak, hiszen azért a Tükebusz esetében a buszsofőrök helyzete kifejezetten előtérben van. Több pénz kell a fontos feladatokat ellátó önkormányzati cégeknek. Ezt már többször elmondták a polgári oldalról, mondja a pénzügyi bizottság vezetője. Ezt lehet kiolvasni a tömegközlekedési és a városüzemeltetési cég beszámolójából is. Ez a kettő, ahol azért recseg-ropog a helyzet, tehát pontosan a Tükebusz és a Biokom az, ahol látjuk ezt az alulfinanszírozást, látjuk azt, hogy milyen napi nehézségekkel küzdenek, a sofőrelvándorlás, hogy a szemétszállítás körül is ugye alakult ki egy sztrájk helyzet nem olyan régen. Tehát ezek nagyon fontos pillérei az önkormányzat, illetve a város működésének. Hogyha ezek a cégek nem működnek jól, akkor az tünetként meg fog jelenni a minden pécsi számára. Látják azt, hogy nem járnak a buszok koszosak, hogy egyébként a közterületek állapota az elhanyagoltabbá válik. Ezen változtatni kell az új ciklusban, és erre vannak is javaslataik, mondja Csizmadia Péter. Eddig sokszor a kormányzatra mutogattak balról, hogy nem támogatja Pécset. Ez az oka a gondoknak, de ez nem így van. A magyar állam és a kormány az minden esetben ott állt az önkormányzatok mögött, tehát kieső iparűzési adó bevételeket pótolta, a Covid miatti több száz, sok száz millió forintos többletköltséget lefinanszírozta, és az önkormányzat feladatait is olyan mértékben tudta támogatni, folyamatosan növekvő mértékben, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy most 2024-ben az 5 évvel ezelőttihez képest közel a dupláját finanszírozza az állam, tehát egy ilyen 10 milliárd körüli összeg, most egy 20 milliárd körüli összeg az, amit az állam évről évre az önkormányzat rendelkezésre biztosít, hogy például az óvodai, bölcsődi ellátást, a tömegközlekedést, vagy akár a szociális ágazatot működtetni tudja. Októbertől szemléletet kell váltani az új képviselőtestületben, mondja Csizmadia Péter. Egy Pécs van, ezt kell az együttműködés alapjává tenni, amiért minden képviselőnek, cégvezetőnek, munkatársnak dolgoznia kell az önkormányzaton, mert csak így érhetnek el sikereket a politikus szerint.
Beperli a Hír TV-t a pécsi malaclopási ügyben szereplő önkormányzati képviselő. Fürth Csaba stábunknak elmondta, jövő héten Budapestre utazik ügyvédjével. Közben a baloldali Népszava riportot készített a politikust megvádoló rendésszel, aki a cikk szerint beismerte, hogy valójában ő vitte el a befogott és a város Epp telepén fölhizzalt gazdátlan malacot. Időközben kiderült, lopás miatt nyomoz az ügyben a rendőrség. Új fejlemény a pécsi malaclopási ügyben, hogy a megvádolt képviselő bejelentette, megtette a szükséges jogi lépéseket a Hír TV úgynevezett disznóságaival szemben, vagyis a bíróságon szerezne érvényt saját igazának, miszerint az országos médium alaptalanul rágalmazta és keverte bele ebbe az ügybe. Hát az ügyvédemmel tárgyaltam, és kezdeveztük a peres eljárást. Jövő héten kell fennem Budapestről a bíróságra majd ez ügyben. Fürth Csaba ragaszkodik a botrány kirobbanása óta hangoztatott véleményéhez. Az a háttere, hogy engem a kampány során megpróbáltak besározni. Tehát ugye én úgy gondolom, hogy egy kampányban sok minden belefér, de egy bizonyos szint alá én nem szeretnék lemenni. Tehát úgy gondolom, hogy ezért lehetem jogi útra is, pontosan ez miatt, mert úgy gondoltam, hogy oké, hogy kampány, de azért van egy határ. Ez az a térfigyelő kamerafelvétel, ami rögzítette a két közterületi rendész beszélgetését a malaclopásról, és a képviselőt említik a malac eltűnésével kapcsolatban. A Pécs Aktuál jelentette meg a felvételt. Erről a bizonyítékról is kérdeztük a képviselőt. Az, ami kikerült videófelvétel, szerintem az elve vissza és kép és hangfelvétele. Szerintem az valóban szinte meg fog majd állni az is majd bíróság előtt, még nem tudom. Mert ugye az egy belső kamera, bárki bármit mondjon, az nem egy közterületi kamera volt. Ez olyan, mint hogy valaki a bankban a belső biztonsági kamerát képét kiadja a hanggal együtt a sajtónak, ami szerintem biztos, hogy jogilag aggályos. Az, ami a fejtelen van, ami elhangzik, ugye az ki van emelve a szövegkörnyezetéből, és én úgy gondolom, hogy az, hogy két ember magánbeszélgetésében egy ilyen elhangzik, és az valaki úgy tálalja, tehát másképpen tálalja, mint ahogy az elhangzott, az azt hiszem, hogy az a mai világban az elfogadható. Közben a Pécs Aktuál megtudta, hogy a rendőrség nyomozást rendelt el a malac eltűnése miatt. Ezt az iratot kapták a hatóságtól. Az ügy közben tovább bonyolódik. A legfrissebb információk szerint a malaclopást magára vállalta az egyik rendész. A Népszava ír erről, illetve egy riportot közölnek, amiben bevallja a közterületi dolgozó, hogy ő hízlalta fel, majd vitte haza és ölte le az állatot. A politikus ártatlan az ügyben. Azonban a baloldali Népszava információit kétséggel fogadta a jobboldali képviselő Hári József. Szerinte csak bevédik a lopással vádolt politikust, majd a rendőrség kinyomozza, mi történt, véli Hári József. Mint ismert, tavaly ősszel Nagy Árpádnál fogtak be a rendőrök segítségével a közterületesek egy elkóborolt malacot. A füléből hiányzott az azonosításra vonatkozó biléta, ezért a város befogott kóbor állatok befogadására kialakított telep helyére szállították, amit egy 140 kilósra felhízalt állat innen tűnt el nyomtalanul. Az ebrendészek szerint Fürth Csaba vitte el, ahogy a videón hallható, jelent meg a Pécs Aktuálon a botrány kirobbanásakor. Rövid híreink következnek. Csütörtökön került sor a munkaterület átadás átvételére Mohácson. A híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat kivitelezésének nyitányaként tájékoztatott Hargitay János, a térség országgyűlési képviselője. A beruházás történetében mérföldkőnek számító eseményre a Selyemgyár kulturális negyedben került sor. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy megkapta a területet a Duna Aszfalt ZRT, a kivitelező kiválasztást célzó közbeszerzési eljárás nyertes. Azaz, ezt követően már náluk pattog a labda, amint az ismert, a kormány 389 milliárd 300 millió forintot biztosít 2024 és 2031 között a Mohácsi Dunahíd és a kapcsolódó úthálózat megépítésére. Az Országház kupola termében díjazták a párizsi olimpiai játékokon és paralimpiai játékokon kiemelt eredményt elért sportolókat és sportszakembereket. 13 sportoló, 11 edző és 5 szövetségi kapitány vehetett át kitüntetést a 17. paralimpiai játékokon nyújtott kiemelkedő teljesítményért. Az ünnepségen beszédet mondott Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a kitüntetések átadásában is részt vett Orbán Viktor miniszter
miniszterelnökkel és Kövér László házelnökkel közösen. Konkoly Zsófia, Pécsen ZRT, Pécsi Sportiskola, háromszoros paralimpiai bajnok úszója, a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült, míg edzője, Jancsi Kárpát, a Magyar Érdemrend lovak keresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át. Megalakult a VOSZ női vállalkozói szekciójának Baranya vármegyei csoportja. Az első rendezvényüket csütörtökön tartották a Pécsi Tudományegyetemen. A résztvevők a különböző generációba tartozó munkavállalók értékeiről cseréltek ki gondolataikat női vállalkozói szemmel. A fórumba online módon is bekapcsolódhattak az érdeklődők. A VOSZ női vállalkozói szekciója újonnan megalakult Baranya vármegyei csoportjának vezetője Egerszeginék Konc Eliza lett. Első alkalommal egy napjainkban igencsak aktuális témáról tartottak fórumot, mely szinte minden vállalkozást érint, viszont ők női vállalkozói szemmel próbáltak értelmet adni a különböző generációk munkavállalásai során jelentkező értékeknek, mondta a csoportvezető. Ezzel a rendezvénnyel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Baranyában megalakult a női vállalkozói szekció, aminek a célja a kapcsolatépítés, a közösségépítés, illetve oktatás, és tervezzük meg a jövőben is, hogy hasonló rendezvényekkel próbáljuk bevonni a női vállalkozókat, és szeretnénk a társadalomnak is felhívni a figyelmét a női vállalkozók értékeire, mert hogy egy picit láthatatlan munkát végeznek, és hát hogy kitűnjenek ők is, hogy társadalmi szerepet vállalnak. A női vállalkozói szekció elnöke Lakatosné Lukács Zsuzsanna a 2022-ben megalakult szekció eddigi feladatvállalásairól, céljáról beszélt. Elmondta, hogy megalakulások óta azt igyekeznek bizonyítani, miért fontos női vállalkozóknak érdekképviseleti, edukációs és közösségépítő tevékenységet végezni. Ezért ezt a missziót országszerte hirdették. Ehhez kerestek női vállalkozókat, illetve női vezetőket, akik hasonlóan úgy gondolják, érdemes ezzel a témával kiemelten foglalkozni. Mindig elmondjuk, hogy a női vállalkozói szekció az nem arról szól, hogy egy feminista szervezetet építünk, éppen arról szól, hogy a női vállalkozóknak, illetve a női vezetőknek vannak olyan erősségeik, illetve vannak olyan hiányterületeik, amiket érdemes azonosítanunk, beszélnünk erről, és közösen, vállalkozókkal közösen, érintett szervezetekkel közösen megoldani ezeket a kérdéseket. Az elnökasszony azt is elmondta, hogy azért női vállalkozókat összefogó szekcióról van szó, mert egy női vállalkozót, vállalkozást más motivál, mint egy férfit. Sokszor kisgyerek mellett indítanak vállalkozást, szerintem legtöbben erre gondolnak, amikor a nők gazdasági szerepvállalásáról beszélgetünk, vagy olyan kényszerből indít vállalkozást, amikor azt mondja, hogy ő már munkavállalóként nem tud tovább lépni, elérte az úgynevezett üvegplafont, és ahhoz, hogy a saját megszerzett szakmai tapasztalatát, tudását a legjobban tudja használni, ezért ezt vállalkozói keretek között érdemes neki vagy csinálni. Aztán a rugalmasság, ugye az a fajta vállalkozói rugalmasság, amit egy kisvállalati méretkategóriában még meg lehet valósítani, az megint csak egy nagyon nagy érték a női vállalkozók szempontjából. Tehát sokszor olyan témák is felmerülnek, amelyek egyébként adott esetben egy férfi vállalkozónál kevésbé jelenik meg. A megalakult szekció első rendezvényét szeptember 26-án csütörtökön tartották a Pécsi Tudományegyetemen. A fórumba online módon országszerte is bekapcsolódhattak az érdeklődők. A hagyományaihoz híven a pécsi horvát önkormányzat emléktáblát állított egy magyarországi horvát személynek. Matusek László munkásságával, a népi értékek megőrzésével nagyban hozzájárult a horvátság fennmaradásához. Az emléktábla a pécsi August Senoa horvát klub falán látható. Emléktáblát állítottak Matusek László tanító és kántor tiszteletére a pécsi August Senoa horvát klub udvarán pénteken. A tiszteletadás és a hagyományok őrzése a pécsi horvát önkormányzat szervezésében történt. Matusek László kántor tanító tiszteletére avattunk egy emléktáblát az August Senoa horvát klub udvarán. Matusek László bácsi nagyon sokáig élt Átán, előtte egy kicsit Kökényben, aztán Átán, végül Pécset, és amiért nagyon fontos a horvát közösség számára, az az, hogy nagyon értékelte a horvát folklort és néphagyományokat, maga is rengeteget gyűjtött, lejegyezte a népdalokat, lekottázta őket, könyvbe meg is jelentette,
egyrészt, másrészt a népviseletet is gyűjtötte, és gondozta, ápolta, és ami talán még fontosabb, nem csak a maga kedvtelésére, hanem ezt át is adta a fiatalabbaknak, a különböző folklóregyütteseknek, amilyen például a Tanács, vagy az Agusénő asszony kórus. Az emléktáblát a pécsi horvát önkormányzat helyezte el. Dr. Blazsetin István elnök köszöntötte a megjelent vendégeket, a pécsi és magyarországi horvát közélet képviselőit, valamint az egybegyűlteket, akik ismerték és szerették Matusek Lászlót. Az önkormányzat vezetője beszédében méltatta, elismerte a tanító kántor munkásságát, értékőző tevékenységét. Matusek Laci bácsi kántor tanító volt, általán élte le élete nagy részét. Kezdetben Kökényben volt tanító, aztán Átára került, és ott élte le életét egészen nyugdíjba vonulásáig. Akkor sem nyugodott, hanem gyűjtötte továbbra is a régi dalokat, énekeket, népszokásokat, népi viseleteket, és összeállított egy könyvet, amit még mai napig is nagyon sok énekkar használ, amit ő az átai asszonyoktól, férfiaktól gyűjtött, és azt hiszem, hogy ez egy olyan kincs, aminek nem lenne szabad elvesznie. Így az Agusénő énekkar ezt a célt tűzte maga elé, hogy ezeket a hagyományokat, énekeket tovább vigyük, ápoljuk, és átadjuk az ifjabb nemzedéknek is, hogy ne vesszen kárba. Matusek László méltó módon őrizte és adta át tanítványainak a horvát népi kultúra iránti szeretetet. Emlékét többek között az Agusénő asszony kórus, a Tanács néptánc együttes és a Kökényi Matusek László tánc együttes is ápolja. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Az óriás ázsiai imádkozó sáska 2019-ben jelent meg hazánkban, Szeged környékén észlelték először. Az eredetileg Dél-Kelet-Ázsia forró égővi részein honos ízelt lábúnak, az elmúlt 5 évben a Duna-Tisza közén Budapesten és Békésvár megyében történtek megfigyelései. 2023-ban már a Dunántúlon vértes szőlős belterületén is megjelent. Szeptember 12-én a Dávod külterületén található földvári tónál került elő egy kifejlett példánya. Az új jövevény a fák lombkoronájában vadászik, és nagy étvágyú mindenevő. Hazai rokonától robosztusabb megjelenése, és a kifejlett állatok szárnyán található világos folt alapján különíthető el. Jelenlétéről árulkodhatnak a fák ágaira helyezett kokonjai, a petéit rejtő darásfészekhez hasonló burok, amelyeket a téli időszakban könnyen észrevehetünk. Két személyautó ütközött össze csütörtök este Pécset a Nagy Lajos Király útján az Árkád előtt. A balesetben 3 könnyebb sérüléseket szenvedtek, őket a mentőszolgálat munkatársai helyszíni ellátást követően kórházba szállították. A műszaki mentést a város hivatásos tűzoltói végezték el. A helyszín biztosítása mellett átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. Az autókból jelentős mennyiségű olaj és hűtőfolyadék folyt az úttestre, ezért a közútkezelő munkatársa is a helyszínre érkeztek. A régió híreivel folytatjuk. A legtöbb dél-balatoni borászatnál már befejeződött az idei szüret, ami az előző évjáratokhoz képest 3-4 héttel korábban kezdődött. Van pincészet, ahol az első új borokat napokon belül palackozzák. A minőséggel a fehérek és a vörösek esetében is elégedettek a borászok. Az első próba palackozás a balatonboglári Hújber pincészetnél idén először az írsai olivér kerül az üvegekbe. Ezt a fajtát augusztus 5-én kezdték szedni, és a tervek szerint pár héten belül már a porcokon lesz az új bor. Bár ebben az évben a nyári szárazság miatt nagyon gyors volt a szüret, a minőséggel elégedett Hújber Attila borász. Egy nagyon jó évjáratot zárunk, én úgy gondolom. Nagyon szép illatok vannak, feszes, ropogós savak, és a végére a vörösöknél nagyon jó mustfokok, tehát ilyen 20 fölötti mustfokokkal szüreteltünk vöröseket. Nagyon szép színanyag van, és nagyon szép tanninok. A mennyiség is jobban alakult a korábban vártnál, mondta a borász. A mennyiség, én azt mondom, hogy összességében nem volt rossz. Tehát születeltünk 100 mázs alatt is, de születeltünk 150-160 mázs per hektárt is. Tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen 120-130 mázs per hektáros átlagunk meg lesz.
összességében. Olasz rizling erjed benne, nem sok van már vissza az erjedésből, tehát van benne még egy pár gram cukor, és hát a Balatonbor márkába szeretnék majd ezt forgalomba hozni. A köcsei Veszprémi Lászlóék is végeztek a szürettel, az írsai olivér itt is a palackozásra vár már. Írsaival meg vagyunk elégedve, nagyon szép volt a mennyiség is, tehát ott nem maradt el a termés mennyisége az átlagtól. Vannak fajták, aminél kevesebb lett a lékinyerés, főleg a későbbi fajták, ahol azért az aszály megtöppesztette a bogyókat, és ezért kevesebb lett a lékinyerés. A későbbi fajtáknál még tart az erjedés. Egy-két eső nagyon kellett volna a későbbi fajtáknak, és abban mutatkozott meg, hogy kevesebb lett a lé, és sokkal magasabb lett a mustfok, ami hát van, aki nagyon örül neki, mi nem annyira, mert nagyon magas alkoholokkal lesznek a borok. A borászok tervei szerint hamarosan palackozzák, majd kóstolhatók lesznek az idei új borok. Van, aki már a jövő szombati Murci Gasztrofesztiválra is készül 2024-es nedűvel, főként az elsők között szüretelt írsai olivérrel. A 2019 és 2024 közötti önkormányzati ciklus utolsó közgyűlését tartották szeptember 26-án Szekszárdon. Az ülés komolyabb vitáktól mentes volt. Az új testület októbertől kezdi meg működését. Konszenzus, együttműködő hangulat jellemezte a jelenlegi önkormányzati ciklus utolsó szekszárdi közgyűlését, így fogalmazott Berlinger Attila, a vármegye székhely polgármestere. A polgármesteri hivatal és a közgyűlés nevében a városvezető kisebb ajándékokat is átadott a most leköszönő képviselőknek. Október 10-én kerül sor arra az alakuló ülésre, amelyen már egy új testület folytatja Szekszárd város érdekében a fejlesztéseket és a város valamennyi rétegét, valamennyi polgárát remélhetőleg segítő kezdeményezésekkel teli, ötletekkel teli programot. Készül egy olyan gazdasági program, egy olyan városi önkormányzati program is, amelyet valószínűleg még ebben az évben napirendre tűzünk, amely már konkrét elképzeléseket, konkrét fejlesztési terveket is tartalmaz. A polgármester azt mondta, azon fognak dolgozni, hogy a város életében egy fejlődő, gyümölcsöző időszak következzen. Én azt gondolom, most a mai közgyűlés egy kicsit ebben a hangulatban telt el, tehát nem is az egyes napirendek közötti fontossági sorrend a lényeg, hanem az, hogy én azt gondolom, hogy megfelelő kulturált hangnemben sikerült lezárni ezt a ciklust. Az ülésen többek között egy olyan döntést is elfogadtak, amely az alakuló ülésre való napirendi pontok kiküldésének határidejét rövidre szabja. Az új képviselők így 7 nappal előtte megkapják majd ezeket. Young fa sárkány éve van, és az ősz folyamán ennek energiája még hangsúlyosabb lesz. Amit tanulnunk kell ebben az évszakban, az a rugalmasság, a felismeréseink tudatosítása. Molnár Négy Gyürki Erika elmondta, hogy a kínai asztrológia segítségével hogyan tudunk jobban helytállni a következő időszakban. Molnárné Gyürki Erikát kérdeztük, hogy a kínai asztrológia szerint mire számíthatunk az ősz folyamán. A yangfa nagyon hangsúlyos energiával hat ránk. Amit tanulni kell itt az ősszel, az a rugalmasság. Nagyon nagy felismeréseink lehettek ebben az évben, azokat érdemes tudatosítani, és érdemes változásokat foganatosítani az életünkben. Most jelen pillanatban még a Invíz kakas hónapját írjuk. A kakas, hogyha elképzeljük, ugye tudja mindenki a Baromfi udvarból, hogy milyen egy kakas. A kakas az nagyon precíz, pontos, szereti rendszerezni a dolgokat. De a sárkánnyal együtt a fém energia is, a fém maga az elvágás. Ugye szokták mondani, hogy engedj el, amit nagyon utálunk hallgatni, de ez az elvágólagos energia segít nekünk abba, hogy rendszerezzük a dolgainkat, hogy rendbe tegyük az íróasztalunkat, a környezetünket, az életünket, a kapcsolatrendszerünket. Tehát ennek az energiának a segítségével most tudunk rendszerezni. Selejtezni, hogy amikor megérkezik az októberi energiákba, képzeljétek el, ilyet még én sem láttam ilyen horoszkópot, hogy 4 darab jangfa van fölül a menyei törzsek horoszkópjában, és alul pedig kutya-sárkány, tehát tiszta földenergia. Ezt az energiát elképzelhetjük egy fákkal teli domboldalként, tette hozzá az asztrológus, ahol ezek a gyökereiken keresztül kommunikálnak egymással. Nagyon fontos az is, hogy hogy kommunikálunk, mit kommunikálunk, hogy hogyan érvényesítjük az elképzeléseinket, hogyan érvényesítjük saját magunkat. Nagyon fontos a kapcsolatrendszerekben, hogy ki a főnök, hogy ne akarjunk a másik fölé kerekedni. Nagyon fontosak a barátságok.
És fontos lesz még ebben a hónapban nagyon, hogy ne várjunk másokra. Tehát meg fogja mutatni nekünk ez az év, és hangsúlyosan az október hónap, hogy nyugi, nem kell várni senkire, meg tudod csinálni, egyedül is boldogulsz. A növekedés és fejlődés benne van a fa energiájában, de szükséges erőt vennünk magunkon, hogy el is induljunk. A fában benne van a képzelő erő is, tehát hogy ne csak elgondoljuk a dolgokat, hanem kezdjük el megvalósítani azt, amit szeretnénk, és akkor szárnyalni tudunk a sárkánynak az energiájával. Ha most az októberi hónapban a sárkány mellé megérkezik a kutya, tehát ugyanúgy az égi, mint a földi energiák is segítenek minket, nagyon sok minden föl fog jönni akár a tudatalattiból. Érdemes ezeket megdolgozni. Nagyon fontosak lesznek a megérzéseink is, amelyeket az ősz folyamán intenzívebben fogunk megélni, és ne felejtsük el felírni őket. Az asztrológus ezen kívül azt tanácsolja, hogy tanuljunk meg hálásak lenni, és megbecsülni azt, amink van. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Céges beszámolók, emelés a vezetőknek, az önkormányzati társaságok teljesítményét értékelték. Feljelentés, beismerés, sajtóper, bonyolódik a pécsi malaclopási ügy. Női vállalkozók tartottak fórumot, megalakult a VOSZ női vállalkozói szekciójának Baranya vármegyei csoportja. Újabb emléktáblát avattak a pécsi August Sénó a horvát klubban. Matusek Lászlóra emlékezett a horvátság. Szombaton a hidegfront hatására gyakran erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Eső, zápor délen, délkeleten és keleten, helyenként zivatarok is lehetnek. Vasárnap a Dunántúlon egyre több felé kisüt a nap. Élénk, erős, néhol viharos szélre számíthatunk. A hőmérséklet hétvégén reggelente 11-14, napközben 20 és 18 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!